Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit Nagyatád állomáson. Ezzel a BZ-vel jöttem, és körülbelül egy olyan 5 perc múlva el is indul vissza. És ami itt érdekesség, hogy kalauz nélküli közlekedés van ezen a vonalon. Tehát, hogy állandó kalauz nincs a vonaton, csak időszakosan ellenőrzés. És egyébként van egy kiadó automat itt az állomás elő, de majd ha elmegy a vonat, akkor majd körbejárunk, és minden bals felé fogunk elindulni, vonalbejárás lesz. És ott áll a BZ már indulásra készen. És egyébként itt egy órás, meg 2 órás ütem van itt a vonalon, tehát itt rendszeresen ezen a kis 9 kilométeres költökzsinóron van forgalom. És ami érdekesebb a vonalban, hogy gyakorlatilag a Murony Békés vonal tükörképe ugyanúgy egy fővonalból ágazik ki, ami villamosított, és ugyanúgy egy városnak a köldögzsinórja, és nagyjából még a lakosság szám is ugyanaz. Nagyatádon, mint Békésen, és az állomás elhelyezkedése is, már látjátok, itt nem abszolút nem a település szélén van, hanem így benne a központban. Van mellettünk egyébként a buszállomás is, az utcának a másik végén, és hát közel van a központ is. A kijárati jelző átváltott zöldre. Egyébként ott van egy tekerős sorompó az állomásnak a Somogyszó felőli oldalán, amiatt van szolgálat, de menesztés nincsen. Meg mégis. Ah, mégis van menesztés. És akkor az állomás. Mindjárt a váróterben keresztül fog kimenni. És arra fel a folytatás. És itt van a menetrend. Hát látjátok, hogy órás, 2 órás. És egészen este 10-ig van vonat, tehát ezen a 9 km-es szakaszon ugye ingázik a BZ, tehát egy hasonló menetrend, de megélne a Murony Békés vonal is, ugye 2 óránként már Buranyba is megállnak IC-k, tehát azokhoz csatlakozva biztos lenne forgalom, egyébként ezen a vonalon is volt. Úgy körülbelül fél még 3/4 kihasználtsággal jött a BZ, és ugyanannyival is ment el. És akkor a váróterem. Egyszerű fapados, de a célnak megfelel. Van egy jegypénztár, ami nem működik. De van egy kiadó automata a peronon, tehát ott lehet egyet vásárolni. És ráadásul néhány napja zárt be a pénztár, gondolom, akkor tették ki a kiadó automatát is. És van forgalmi szolgálat, mert a vonatot is menesztették. És akkor a Somogyszó felőli végen a kiállított frigyláda. Ja, hagyományos ABM-ot motorkocsi. Ilyen doma. Balcsi vonal bezárása előtt ilyenek jártak a vonalon. 1976. december 31-én szűnt meg a bals felé tartó vonal, és Nagyatádig a teherforgalom miatt hagyták meg. Illetve volt itt egy laktanya is, amelyik indokolta. De rengeteg más üzem is van a mai napig is, akik vasúton szállítanak. Mai napig rendszeres a teherforgalom. És első folyamatosan terben van itt a nyílt vonal átépítése is saját forrásból. Egyik a 48-as sínekre való cserével, bontott anyagokból, és a 80 km/h sebesség visszaállítása. Eredetileg a vonal kisi sínekből épült, és aztán 40 km/h volt a végsebesség, azt később felemelték 80-ra, és 48-as sínekre cserélték. Legalábbis ami megmaradt belőle, ugye pont a teherforgalom miatt, és ugye azóta ugye 70-es évek óta aktuálissá vált már ismét egy sincsere, meg ajcsere. Tehát talpfákat kellene betonajra cserélni, meg aztán a sineket 48-asra, 54-esre, vagy pedig újabb 48-asokra, és akkor a 80 km/h elérhető lenne. Egyébként tudok egy Badoskából emlékmű és egy 55-ös szelvénykarú. És arra fele még több kilométeren át megvannak a sinek. Nagyatád, Bodvica megállóhely is megvan még, csak addig már nem jár el a vonat. Úgyhogy elindulok bals felé, hát aztán jutok, ameddig jutok. Balcsig biztosan nem fogok eljutni, ma ahhoz nincs elég idő. És itt van az áruraktár.
És hát akkor gyerünk balsfele. A Lignyapatakig megvannak a sinek, és Nagyatád Bodvicának az épülete is megvan. És ami még érdekesség, a nagyatádi laktanyáról az úgynevezett büntető laktanya volt szintén, de hát oda főleg olyan katonákat vittek, akik nem bírtak magukkal, vagy valami volt a lovásukon. Hát az olyan, mint a lenti, hogy talán már csak azért is volt itt Nagyatád meg lenti büntetőhely, mert nem volt még autópálya, plusz meg villamosított vonalból se volt ennyi, tehát a közlekedés az sokkal rosszabb volt, mint most, és sokáig tartott innen fővárosba, pláne az ország keleti részébe eljutni. Tehát aki mondjuk az ország keleti részébe lakott, mondjuk Borsod megyébe, és büntetésből ide küldték, hát az utazhatott másfél napokat is, mire hazaért innen. Ezt így ugye több emberrel beszélgettem erről, akik még voltak sort katonák, hát na szerencsére nekem már nem kellett menni, de a 80-as években, de még a 90-es évek vége fele is minden laktanyában megvolt az a mondás, hogyha nem bírsz magaddal, akkor irány Nagyatád, vagy lenti, illetve az egy év lenti, majd helyre billenti. Ezt is mindenki ismeri akkoriban. Azért látszik, hogy a PFT azért dolgozik a vonalon, mert szorványosan vannak ajcserék. Ugye az aktív telforgalom miatt itt vigyáznak annyira a fájára, hogy a legrosszabb állapotban lévő talfákat azokat cserélgetik betonaljakra. Ez például tavaly lakták be, 2021-es elemrendszerű betonalj. Hát igen, egyszer remélhetőleg meg lesz a nyílt vonal átépítése is, hogyha végig ilyen betonaljakkal ki lehetne rakni, akkor az kb. A 80-as sebesség visszaállítását jelenteni. Szerintem elsősorban a talfák miatt van 40-es lassújá, nem a sinek állapota miatt. Hát ez is itt látjátok 48-as sín. Ezen azért még futkároznak vonatok 80-nal jobb helyeken. Még egy 10 évvel ezelőtt még a 120-as vonalban, ami nemzetközi fővonal is volt, a 48-as sinek, és mehettek rajta a vonatok 120-szal. Kerünk a következő átjáró fele. És egy újabb teljes sorompós átjáró, meg egy 5 km per órás lassú jel. Valószínűleg régebben amúgy ezen az oldalon is volt őrhely, de úgy látom, hogy az már megszüntették. Szerintem itt állhatott régebben, majd fentről.hu-n ránézek, hát ha találok róla valamit. És valószínűleg az átjáró miatt van az 5-ös lassú jel. Még az is lehet, hogy működésképtelen a sorompó is, amiatt tették ki, mert ide már csak tehervonatok járnak. Ezt be lehetett vállalni. És hát akkor tekintsünk vissza az állomásra. Ja igen, azt nem mondtam eddig, hogy ez egy négy vágányú állomás, tehát már korábban is számoltak a tehervonatokkal. Egy T2-es tolatás jelző az állomásnak a bejáratán. Itt pedig egy lebontott távíró vezeték, néhány porcelán szigetelő és némi részkábel megmaradt. Na, és haladunk tovább a vágányokon. Itt látjátok, 48-as sinek, talfák és betonaljak vegyesen, és errefele kell tovább menni. És ugye az is látszik, hogy itt fényesek a sinek, tehát itt azért van forgalom. És valóban azért ide, itt heti rendszerességgel van teherforgalom. Majd itt lesz egy pár iparvágány kiágazás is, hogyha jól látom a Google-nak a műhold képén. Egy a különböző üzemekbe. Ott az átjárónál rögtön megvan az első. És itt van rögtön egy üzem, ahol egykoron volt vasúti kiszolgálás, itt van az iparvágány kapuja is. Ez a bizony, itt már felszedték a becsatlakozó vágány, de itt voltak a talfák. És valószínűleg ott egy picivel arrébb lehetett a váltó. Ezt nézzétek! Pár régi talpa. Ott pedig még sineket is látok kibontva. Na, lehet, hogy nemrég volt az, hogy kibontották ezt a kiágazást. És ezeket onnan szedték össze. Na, itt ezek is 48-as sinek. Legalábbis így ránézésre annak tűnnek. De az ám 1960-as Diósgyőri 48-as. Ha. És ott egy súlyköltet áll. Valószínűleg tényleg az történt, hogy itt kibontották a váltót. Meg itt ezt a becsatlakozó iparvágányt. 48-as sín, 1965-ös Diósgyőr. És bizony, és akkor itt jöhetett a vágány, és
Ugye hát ezt ilyen pár éve szedhették ki, szerintem nem volt ez már olyan régen. És itt van egy genez is, terep, legalábbis a tábla szerint, és ide beveszett még az iparvágány, és fényesek a simek. Úgyhogy ezt el tudom képzelni, hogy ezt használják. Ugye a vágányzáró sodompó is egész újnak tűnik. Itt pedig majd haladunk tovább a vonalon. Ott van egy siklasztósadó is, tehát szerintem kb. Addig járnak föl. Papá, és ott van a váltóállító macska. Bizony a círmi. Valószínűleg ő a váltója. Na, lehet, hogy vonat fog jönni, megy a círmi vasat dobni. Vagy nem. Vagy lehet, hogy a sinek állapotát ellenőrzi, látjátok, vonalbejáró. Szerintem eddig jár fel a kiszolgáló menet itt. Friskenés a váltón. Ugye látszik, hogy ezt állítgatták is szerintem mostanában. Tehát valószínűleg ezt a genezis telepet ezt kiszolgálják. És erdefele pedig itt van egy siklasztósalú. És hát nem tudom, hogyha fogunk-e még bármit találni erdefele, de hajrá, irány tovább. És itt van mind Nagyatár belterületén egy útátjáró. Hát még itt is fényesek a sinek. És akkor erdefele tovább. Ezen a vonalon jöttem, és itt van egy kiágazás, de van mindjárt megmutatom, de ez nem tudom, hogy merre megy. Elmolyák ott az ív utánig, és megnézem. De itt ágazik ki, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a laktanyai. Viszont ez sokkal rozsdásabb, mint a másik, tehát szerintem ezt már használják. És itt egy tojásjelző. Tehát valószínűleg a vágányzáró sodompó után nem sokkal már a vörös négyzet is ott lesz. És itt azért van egy pár új talpfa. Sőt, bár jó, ez a váltó mondjuk ki van szögelve, tehát nem mostanában használták. És itt az egyenesen is ment egy vágány, na hát ott kint van a vörös négyzet, a másiknál viszont nem. És hát nagyjából itt a vége, innen este van magánterület, egyébként ott látszik az iparvágány kapuja. Ez a vágány meg szerintem még egy darabig ez is megy, de ugyanarra a telepre vezet be, csak az épület mögött. De mivel ez már magánterület, ugye ott van kint egy tábla, errefele már megyünk irány vissza. És itt a kiágazás. Hát játszik, kb. Eddig van vonalgondozás, és szerintem az utolsó kiszolgáló menet csak eddig jött fel. Közben elkezdett esni a hó. Mert ez még nem komoly, csak szállingózik, ettől még lehet vonalat bejárni. Mert hát igazából nem sokáig tart már az a szakasz, ahol még vannak sinek. Utána majd csak nagyon latyakos ne legyen. Mert balsikvizé földút van a sinek helyén, szinte végig. Lehet, hogy egy szakaszon kerékpárút is. És itt lesz mindjárt Nagyatár Bódvica megállóhelynek az épülete. És ismét itt van két sínszál. Cserélték, vagy cserélni fogják? Sőt, ott is van. Félredobva. Hát vagy cserére vannak bekészítve, vagy már kicserélték. És itt az átjáró, és itt van a egykori megállóhely. Az egykori Nagyatár Bódvica megállóhely. Gyakorlatilag majdnem eredeti állapotában felmaradt, ugye ott volt a névtábla. Ez már nincsen, meg szerintem ott a padlásablak is kerek volt, ez a vasúti szabványépület szerint, de ennyi átalakítás történt rajta. És egyébként felújított, tehát szerintem lakják is. És erre fele még az Inyapatak hídjáig megvannak a sinek. Legalábbis a legutolsó információk szerint. Viszont ott már látszik a háttérben a vörös négyzet. Tehát elvileg addig járható a pálya hivatalosan, bár szerintem már ide se lehet kijönni. Még ott van a melléképület is. Az volt egykor a WC. És ezt nézzétek, itt még elég hosszan megvan a régi mávszabványú kőkerítés is. És itt a járhatatlan pálya vége. És elvileg a hídig még megvannak a sinek, na utána viszont már felszedve. De már mindjárt odaérünk és kiderül. És itt már vékonyabbak a sinek. Tehát ez C vagy kisi. Hát inkább C irányézésre. Hát igen, valószínűleg is sose volt átépítve. Legalábbis 1976 után. Na hát itt már látszik, hogy nagyon régóta nem járt erre semmi, de a sinek megvannak itt a gazba. Ott például ott látszik, de itt már kisi sinek vannak, és ott a háttérben a Linyapatak hídja.
gyalogosan járható, ezt úgy tudom néhány éve felújították. Egyébként úgy tudom, hogy itt is terveznek kerékpárutat építeni a vonal mentén. Lehet, hogy egy szakaszon már van is. Ja, Kaposvár-Szigetvár vasútnál. És ez a terv, és ott a tejvérszén ténylegesen meg is épült már, úgyhogy az könnyű lesz bejárni, akár gyalog, akár biciklivel. De egyébként eddig itt sem volt semmi rendkívüli, mert van egy kitaposott ösvény a sinek mellett. És eddig tartottak a sinek. Itt egy földkúp. És itt a vége. Innen már csak a töltés van meg. És az egykori vasúti híd. És látjátok, ez tényleg fel van újítva. Simán járható gyalog meg biciklivel is. És itt halad tovább az ösvény itt a tó mellett. Itt a Dinnyapatak hídja. Oldal nézetből és vissza a töltésre. És irány tovább. Ez se semmi, itt ezen a tisztáson van. A vasútvonal mellett, de hogy mik ezek a szobrok? És ott előttünk is valami. Egyébként a vasút az ott ment. És ott már van egy betonút is abban, viszont a térkép szerint vannak sín maradványok. Aztán persze ki tudja, hogy azok megvannak-e még. Egyébként valószínűleg igen, csak hogyha azóta újra aszfaltozták már az utat. Hát van itt minden, de most addig nem fogok elmenni, azt túlságosan lusta vagyok. Hát itt különböző táblák vannak. Mindenkinél nem lehetek hülyébb, hallgatások, gyerekhangok, incselkedések, nevetgélések. Fóliadia. Hát, nem tudom, hogy mi akar ez lenni. Értelmetlenség ábrázata. Egy személyes villamos otthonra. Hát, ez még mindig... Hát, ezt nem tudom megfejteni, hogy mi akar ez lenni. De majd ti megmondjátok. Minden táblán más felirat van, a legtöbben meg ilyen értelmezhetetlen szövegek. Összepillantás, hosszú történetem. És valóban megmaradt egy sínszál az átjáróba. És ott tovább a földút mentén folytatódik. Hát igen, itt ugye ráaszfaltoztak már, de itt kilóg a sínszálnak a végelme oldalt is. És ez bizony még a régi kis ísín. Hát gondolom macerás lett volna felszedni, vagy az akkor frissen aszfaltozott utat nem engedték fölvedni, azért ezt itt hagyták. De így jól kirajzolt legalább, hogy itt, hogy igen, hogy elment tovább. Bár mondjuk ezt így el se lehet téveszteni. Ezt nézzétek. Fagyott tankcsapda. Itt valahol a szélén kéne átkommandózni. Na, megérkeztünk Simongátra. A vágány az itt ment, és szerintem itt volt kitérő vágány is, ez egy állomás volt, ha jól emlékszem, de majd a fentről.hu-n kiderül. És ide csatlakozott egy kis vasút is. Hát annak meg sajnos már semmi nyomom nincsen, viszont nem is él sokáig, mert 1971-ben létesítették, és 1979-ben fel is szedték. Azt mondja, hogy mindjárt megnézem, ezt most puskáznom kell. Pollai erdőbe ment innen egy kis vasút, és 7 km hosszú volt, hát... Sajnos azzal nem készültem, hogy annak a nyomvonalát is nézem, de hát abból már tényleg semmi nem maradt. És ezt nézzétek, a régi kerekeskút. Na, az biztos, hogy a vasutas múltból maradt. És hát itt van maga az állomás. Valószínűleg itt voltak a mellékvágányok, ahol most a kerítés van. És hát errefele folytatódik a vasútvonal. A kis vasút viszont, hát azt meg nem mondom, hogy pontosan honnan jött és hova. De nyilván volt egy átlakúja itt valahol. És az egykori vasútvonal nagy a tátfele. Én eljöttünk. Simongáti állomás. És valahol szerintem az erdő felől jött a kis vasút egykor. De hát annak sajnos már semmi nyoma nincsen. Na ezt nézzétek, itt van a vasútvonal folytatása, és hát ezen van azok a hídon kéne átmenni. Húha! Biztos volt itt egykor egy normális híd, amit elbontottak. Hogy megyek én ezen át? Hát sikerült, szerencsére masszív alapja van. Közben kijött a házőrző, egyébként lakott az épület. Rengeteg állat is van. Hát,
erre fele kell tovább menni, Felső Erzsébet puszta lesz a következő, ha jól emlékszem a névre. És hát egyre jobban elkezdett most szakadni a hó, de ez még mindig nem veszélyes. Tehát most ilyen mínusz 1-2 fok van, és az olyan szempontból jó, hogy nincsen latyak. De hát mindegy, megyünk ameddig tudunk. Igazából ameddig rám nem esteledik, addig mehetek, aztán utána megnézem, hogy itt a vonal mentén végig van busz Balcs fele. Balcstól meg van vonat is. És vége az erdei útnak most már. Illetve ez egy rosszabb minőségű erdei út, ami kevésbé van járt itt, de Felső Erzsébet puszta fele. Itt van ment a töltés, úgyhogy haladunk tovább. Hát alig egy kilométer múlva jönni fog. És egyébként benne a simongáti állomás területén még volt egy elfűrészel távízó pózna is. Csak hát az olyan helyen volt, hogy nem igazán lehetett fotózni. Úgyhogy haladjunk szépen tovább erre. Lehet, hogy lesz itt még egy-kettő. Hát volt a töltésen egy-két tankcsapda, de végül is sikerült átjutni. És ott a háttérben már Felső Erzsébet puszta. Egykori épülete. Ez viszont majdnem teljesen megőrizte a vasúti jellegét. Nem biztos, hogy lakott. És itt van a felvételi épület, melléképületekkel. És valószínűleg egyébként úgy emlékszem, hogy itt is két vágány volt legalább. Nyilván ez volt az átmenő, mindig, és akkor még volt egy mellékvágány. Hát, viszont, de ez az épület viszont nem úgy tűnik, mintha lakott lenne. Ugye le van vágva a villanyvezeték is, ha jól látom. Ott van üresen a villanyóraszekrény. És ott van még egy szám is rajta. De aztán ott volt egy kola névtábla. És akkor a nagyatát fele nézünk, hát az épület nem lakott és be is van zárva. Ott pedig még az egykori pályatelefonnak a helyét is jelzik. És erre viszont tovább a töltésen. A következő az lábod lesz. Egy-egykori vasúti híd. Ez a kép meg szerintem egy vízvezeték. Ilyen. Tovább a nyomvonalon. Itt körülbelül 2,5 kilométerre van lábod. Ott viszont van egy vasúti emlékmű a térkép szerint. És itt legalább jól járható az egykori nyomvonal. Na ezt nézzétek. Ez egy fügykarú. Ez már lábod határában vagyunk valahol. Egy bizony, ez még a gőzösök idejében maradt itt, ez egy fügykarú. És errefele tovább lábod. Na, és már lábodnak a belterületén. És valahol itt lesz majd errefele az állomás. És itt a szépen felújított lábodi állomás. Ott még látszik az egykori távíróvezeték becsatlakozása is. Még a kerek padlásablakok is megvannak. És egyébként a vágány az itt ment az épület előtt. És valahol itt van egyenesen tovább az emlékmű. És mindjárt megnézem még a másik oldalról is. Ez viszont valószínűleg laknak benne, és nagyon szépen megcsinálták. Bizony, nagyon szépen meg van csinálva, és itt még ezek az ablak, azért árnyékolók is. Tudom, hogy az eredetihez hasonló módon lettek megcsinálva. 17-es kilométerkő is. Hoppá, igen. És ott is van kisebb felirattal, hogy a Somogy-Szobbalspes út emlékére. Mert bizony itt ment tovább a vágány. Csak az az épület valószínűleg ráépült a töltésre, de mert egyenesen vágott át. Tehát itt majd ezt valahogy ki kell kerülni. Tehát itt jött a vasút elefelte. Ez az épület, ami óvoda vagy iskola, szerintem inkább óvoda lesz ez, az épült rá. És itt haladt tovább, ott átpő azon az úton és be az erdőbe. Azt hiszem ez is a Rinyapatak, csak valamik mellékága. Hát és ezen át kéne menni, viszont úgy látom, hogy a vas az elég stabil, úgyhogy megoldható. De igen, odafele megy tovább a vasútvonal. Egyébként meg így az erdőbe végig magas töltésen, de simán járható. És itt van még egy átedesz, vagyis hát híd. És még mindig a vonalon. Görgeteg lesz majd a következő állomás, de az még egy picit odébb van. De itt jó hosszú egyenes az út, plusz itt már, ez már erdei út is hiáz. Itt legalább simán lehet sétálni. És közben megérkeztünk Görgetegre, ez volt a vasúti töltés. És hát itt ment tovább egyenesen, és itt az épület. Nagyon szépen felújították. Ez volt az egyik őrház. Tuti, hogy legalábbis őrhely. Ott még látszik az ajtó is befalazva. Ezt
nézzétek, és itt van az utcafronti része. Azt látom, itt is igyekeztek az eredeti stílust meghagyni, és itt többé-kevésbé sikerült is. Vasútállomások.hu oldalon vannak régebbi képek róla, majd hát, hogy bevágok ide egy párat. De ez nagyon szépen néz ki. Na, és ezt nézzétek, vendégházként működik. És itt az elkerített részen, ahol a vendégház is van, hát ugye nyilván több épület is van, ami ki van adva. Itt ment a vasút, és itt folytatódik. És hát itt tovább a töltésen. Hát most már addig megyek, ameddig be nem sötétedik, majd kb. Másfél óra múlva megy egy busz. És akkor vagy az egyik, vagy a másik megállót fogom tudni elérni. Ott egy régi vasúti híd. Ez itt az egykori vasútvonal, és most nem a földútot követi. Most először a bejárás során. És ugye látjátok, a felele is van zárva a töltésnek. Na, de itt valameddig el lehet menni mellette. És itt egy újabb vasúti híd. Töltés nem mindig járható, de szerencsére van itt mellette egy út. Itt rögtön a kerítés mellett, most igaz, most csak azért jöttem itt ki, hogy ezt a hidat megmutassam nektek. Majd mindjárt visszamászok a töltésre. Akkor végül eddig sikerült eljutni. Görgetektől egy picivel odébb. Na majd legközelebb innen fogom folytatni, körülbelül a vonal fele megvan. És egyébként arról fog jönni a busz egy körben negyed óra múlva. Úgyhogy ennyire volna. Egyenlőre, sziasztok! És akkor itt vagyunk Bads vasútállomáson. Innen ágazott ki egykor a Balsomagy-Szopas útvonal, úgyhogy arra felől. Majd elmegyek a kiágazáspontig itt a közúton mellette, úgyis arra fele kell menjek, és majd megmutatom, ami látszik belőle. És itt volt a kiágazás. Erre fele. És itt ment tovább. És akkor nem tudom már megint követni, mert beépült az a környék ott a Bimbó utca fele. Úgyhogy majd itt szépen kerülünk a közúton, és majd holnap reggel mindegy jól meg tudjuk folytatni a bejárást. És akkor viszont már ugye a másik irányba innen el. Na, látjátok, hogy itt volt nagyjából a vasútvonal, ilyen ívesen jött, de ez a környék teljesen beépült. Ez a Bimbó utca, majd a következő utcába lehet majd követni, de hát azt majd csak holnap fogom megtenni, mert úgyis arra kell, majd menjek. De egyébként így a közúton kerülővel lehet itt követni Balzs belterületén egy ideig. Aztán lesz, majd később lesz olyan utca, ami az egykori töltésre épült. The next day. Állást így másnap reggel. Ott a pöttyözött vonal mutatja Balcsi vonalat, hát nagyjából itt lehetett. Így itt ilyen ívesen. És hát ugye onnan jött egy ilyen nagy ívet leírva, hát nyilván ez már nem bejárható, viszont ott azon a járdán, ott olyan szószó, de tovább lehet menni a vonalon. És valószínűleg itt volt egyébként a híd, ami átjött ezen a kis csatornán, vagy patakon, vagy mi ez. De hát és nagyjából az a járda, az követheti az egykori vasútvonalat a villanypóznák. És ezt nézzétek, mávos kerítés, viszont ugye itt ment a vasútvonal, viszont itt állomás nem volt még. Ez valószínűleg utólag került ide. Egyébként nem pont itt a járdán ment, hanem egy kicsivel ott mellette. De valahol itt. Ott nagyjából ott a villanyvezeték és a járda között valahol. Egyébként itt a sportpálya szélén. Na, ezt nézzétek, itt jött valahol a vasútvonal, és nagyjából itt a két ház között tovább. Hát itt már semmi nyoma nem maradt. Egyébként valahol lesz még egy Balstelep nevű állomás. De hogy pontosan merre van, a sajnos nincs meg, viszont a vonalat követve remélhetőleg meg fogom találni. És akkor itt jött valahol a vasút, és itt átlósan ment tovább. Valószínűleg inkább erre ez a tekeres utca, de hogy a... Hát, nem hiszem, szerintem ez lesz az ítélkép szerint belőve. De majd mindjárt nézzünk egy utcatáblát. És akkor ezen ment tovább. Meg hát azért is gyanús, mert itt vannak ezek a régi póznák, amik ugye valószínűleg távíró vezetékek voltak. És akkor most telefonpóznaként hasznosították újra. Ezt nézzétek, ez az épület nekem nagyon gyanús, hogy ez vasúti volt, csak meg a túloldalát meg kéne nézni. Az biztos, hogy a vágány az itt ment nagyjából a földútnak a szélén, de lehet, hogy az utcafronti részéről van kép, és lehet, hogy
az lesz, hát majd mindjárt megnézem a Street View-on, ilyen jobbat most nem tudok. Aztán, hogyha nyert, akkor visszamegyek majd a betonúton, mert azon a képen is betonút van előtte. És elértünk a főútig. Igen, itt jött a vasútvonal, ugye mutatom tovább, és ott nagyon jól látszik, ha a fókuszt is visszakapjuk, hogy tovább, és az a sarkon lévő épület lehet, hogy egy őrház volt. Egyébként el tudom képzelni, mert lehetett itt egy tekedős sorompó is. Hát teljes sorompó, tudom, de azért ez a köznapi neve, ezt én is sokszor szoktam mondani, de egyébként igen, teljes csapatot a sorompónak hívják. Nem kell megírni, tudom. Na, eddig ilyen körülmények között lehetett a vasúton jönni, és akkor most nézzétek meg, mi van előttem. Itt már egy kicsit nagyobb a gaz, ez már nem az erdei út. De hát hajrá, irány tovább. És itt a vége a dzsumbújnak. Innen már megint javult a helyzet. Na, látjátok, itt vagyunk a töltésen, hát éppen fakitelbelés van, aztán itt az autók jól összejárták, hát itt is van egy hatalmas nagy tankcsapda, de mindegy, valahogy át tudok rajta menni. Nem lesz egyszerű, de sikerülni fog. Ezt nézzétek, ez egy kisebb Balaton. És az előbb az a telepjáró átment rajta, hát az is megizzadt jele. Szerintem volt semmi. A kurva életben, azt még itt is van egy kisebb Balaton. Itt is van víz, pedig eddig legalább itt mellette lehetett menni. Ez nem volt semmi. És ezt figyeljétek, jön még egy. Ez már nagyobb kaliberű jármű. Hát épp is megyek, mert szerintem ez akkor át fog csapni, mint az ítélet. De ezt most megnézzük, hogy megy át ezen a hatalmas tankcsapdán. Jó, hát mondjuk ez simán ennek magasabban van az alja. Egy faszállító. Egyébként arra fele van tovább a nyomvonal. Haladunk. Még mindig a nyomvonalon, Somogy Tarnóca határában. Igen, itt méhek laknak, de ez ugye télen nem aktívak, úgyhogy nyugodtan lehet itt mellettük menni. Azért nyilván nem megyünk közel a kaptárokhoz ilyenkor se. És valószínűleg az ott szemben az épület az már az egykori Somogy Tarnócai megállóhely, mert nagyjából ott van a térkép szerint. De majd ha közelebb megyek, akkor kiderül, úgy tudom, hogy lakják. Ilyen 10 évvel ezelőtti képek voltak, amikor éppen felújítás alatt volt. Hát, közelebb megyünk, kiderül. Ezt nézzétek! Útátjáróban sínszál. És bizony, az már valószínűleg a megálló épülete lesz. És igen, és itt van a túloldalt is. Megvan. Ez bizony az eredeti vasútból maradt meg. És a térképen sincs feltüntetve, hogy ez itt van. Ez az egykori Somogy Tarnócai épület, csak már jelentősen át van alakítva, és valószínűleg lakják is. És el is van kerítve, úgyhogy közelebb nem is megyek hozzá. Na és ezt nézzétek, itt van. Hát nyilván van egy hozzátoldás, ott jobb oldalt. De a padlásablak az megmaradt, még a vakolat díszekből is, legalábbis. Hát a melléképület az teljesen átalakítva. És ez a tó se volt itt korábban. És akkor itt van az egykori állomás épület. Teljesen felújítva. Melléképület is megvan. És itt van egy híd megint a vasútvonal mentén, csak kicsit messzebb a megállóhelytől. Hát egy kicsit már benőtte itt a dzsindzsa, de hát ez egy egyszerű változás. És még megvan a korlát. És itt a töltés. Mehetünk közé, csopa is vont a fele. Ezt nézzétek, itt egy porcelán szigetelő. És egy oszlopcsong, tehát valószínűleg távvídópózna volt, és egyébként már korábban is láttam egyet. Hát ezt szerintem a vasútvonal megszüntetésekkor nem hiszem, hogy akkor tüntették, mert valamikor később vágták ki. Mert ez nem a szabályszerű bontás, hogy a betongyámot itt hagyják, és így hát így körülbelül derék magasságban, hogy ne kelljen lehajolni, elfűrészelik a póznát. Hát a vezetéket lehet, hogy lebontották, viszont valamiért a póznákat nem. Aztán hát később itt a fatolvajok elvitték. Ezt szinte biztos, hogy motorfűrésszel vágták el. De hogy nem mostanában, az is biztos, mert már teljesen bemohásodott. És hát egyébként ilyen sima a nyomvonal. Én simán tudok rajta végigmenni. Ismét egy átadás az egykori vasútvonalon.
És itt egy újabb vasúti híd. Immár nincs korlát, viszont megvannak még a talpfák. Hát semmi. Gondolom ez is olyan vasbeton szerkezetű. Jó, azért kapott némi megerősítésre, de nyugodtan rá lehet menni. És így néz ki. Hát látszik az eredeti beton szerkezet. És ott a vasúti töltés is jól kivehető. Erre fele kell tovább menni. És ezt nézzétek, megyünk tovább a vasútvonal mellett. Mellé húzták a villanypásztort. És ami érdekes, ezt nézzétek. Ez bizony egy frissen letelített útalap. Tehát itt a vasútvonal mentén, az egykori töltésre majd hát ugye szilárd utat, tehát ez valószínűleg aszfaltozott, hát vagy betonozott, vagy valamilyen utat fognak építeni. Hogy eleve, hogyha maradt itt az ágyazatból némi kő, akkor az útalapnak tökéletes. Ezt lehintették még ilyen kis apró kavicsal, és erre már mehet igazából az aszfalt. Mondjuk ez nekünk most jó, mert így ezzel legalább tudom, hogy simán végig lehet menni. Szóval itt jöttem végig a vasútvonal töltésén, amit úgy szépen látjátok, hogy útalappal letoltak. És itt az átjáró után van Csokonya Visonta alsó egykori megállóhely. Azt hiszem ez megállóhely volt, nem állomás. Tehát ott van az épület, ott van a melléképület, és láthatóan lakják. Ott ment a vasútvonal tovább, viszont ott nem lehet tovább menni, el van kerítve. És itt van a Csokonya Visonta alsó épület. Láthatóan lakják, van fent villanyóra, be van vezetve a villany, és hát a kutya is van, már pedig ha kutya van, akkor nekik is itt valaki, aki eteti. De megmaradt a melléképület is, meg minden, meg hát a két autó is elbent. Ugye az egyik előtte, a másik meg benne a kertbe, tehát kutya, hogy itt valaki lakik. Hát mindegy, itt most meg kell kerülni a környéket, mert máshol nem tudok menni. Vagy akar valakit valahol az erdőn visszamászni a töltésre. Na, most már, hogyha kicsit eltávolodtunk, már bogat a kutya annyira, lehet, hogy jobban lehet hallani, amit mondok. Ja, csak közben meg itt a közúton sétálok, hogyha le kéne jönni a fűre. Na, itt van az, ahol már a töltésből semmi nem maradt, de valahol itt ment. Térkép is jól jelzi, hát itt lehet itt menni az erdőbe, lehet itt szántóföldökön komandózni, és nagyjából ennyi. De remélhetőleg ez nem fog sokáig tartani. Kerint a Csokonya Visontai állomás az itt lesz egy pár kilométerrel arrébb. És igen, itt menne a dzsumbújba tovább a vasútvonal. Mellette el van kerítve, villanypásztor, hát itt megpróbálkozom a mezőn tovább menni, mert itt jött a járatatlan pálya, és egyébként ott már a falu van. Hát, hogy látjátok, ennyire vagyunk a falutól. Tehát Csokonya Visontára, ahhoz képest, hogy így a szélén ment a vasút, azért három megállója is volt, mert ugye a fürdőnél is volt egy, ott volt a Csokonya Visonta felső. Tehát végül is nem járt rosszul, mert így három megállót is kapott, így a kb. A egyik széle, közepe másik széle. Hát, na, itt megpróbálok tovább menni. Na, hát néhány száz méter erdőbe császkálás után itt van a nyomvonal, és hamarosan jön Csokonya Visonta állomása. És itt állok a töltésen az egykori, és ez bizony a Csokonya Visontai állomás. És ezt nézzétek, még a vasútállomás felirat is kim van. Biztosan laktak itt is, mert hogy kutya is van, meg macska is. Meg légkondi, meg tévéantenna, simán. Lehet, hogy ez is vendégház, mint a másik. Semmi. De nagyon jó. Tehát fel van újítva, az látszik. És akkor megnézzük innen szemből is. A vasútállomás felirat, ez hatalmas, hogy ezt meghagyták. Egyébként ez volt a vágányok felőli oldal. És azért ott a padlásablak helyén betettek egy órát. Semmi. És szintén vasút egykor itt jött. És itt ment tovább, csak itt már beépült a környék, itt nem lehet már követni. És ezt nézzétek, bár nem hiszem, hogy a felszedett vasútból való, de ezek bizony nagy vasúti betonaljak. Már szerintem inkább talpás volt a pálya, amikor felszedték, ez biztos, hogy nem onnan van. És akkor volt itt egy földút, ami majdnem a vasút mentén megy, de szerintem ez nem a vasúti töltés volt, eleve a térkép az egy picivel arrébb jelzi, és ugye a vonalvezetés egyenes volt itt, megállótól ugye matex is, és úgy adja ki, hogy egy picivel arrébb legyen, viszont itt tudok menni, úgyhogy Csokonya Visonta felső lesz a következő, ahol már 1976-ban sem volt meg
az épület, ha volt egyáltalán, csak egy megállóhely volt ott a fürdő mellett. Hát addig meg már csak 2 kilométer van, és hogyha addig eltart ez az út, akkor az jó, mert akkor ez hamar meg lesz. És akkor itt van egy átterasz. Ez viszont már szinte biztos, hogy a vasútvonalon volt, tehát időközben a térkép is mutatja, hogy ugye így hozzá. Tehát egészen bejött eddig a vasútvonal. Ez viszont egy ekte vasúti átterasz, és mivel nincs a környéken másik, biztos, hogy ez. Már a vasútvonalon vagyok. Igen, az elején, amikor elindultam azon a földúton, az még nem az volt, de most már így... Ez meg itt egy akadály, ez egy kidőlt fa, amit valaki kéne kerülni. Na hát valahol itt volt a vasútvonal, itt már sajnos a földút az már megszűnt. És így errefele kéne tovább menni még egy 1,5 kilométert. Na ezt nézzétek, ez a vasútnyomvonala volt. Nagyjából szerintem, igen, mert ez egy magas töltésen van és másik a környéken nincsen. De itt egy kicsit pontatlan a térkép. És valahol a fürdőnél, ami innen már csak egy körülbelül 5-600 méterre van, ott volt a megállóhely. Ez a csokva viszont a felső volt össze. De hát annak már semmilyen nyoma nincsen, az már amikor a vonalnak az utolsó hetei, egy hónapjai voltak, már akkor sem, azt hiszem akkor sem üzemelt. Illetve ha volt is ott valami, azt már elbontották. Hát gondolom Pelon az volt meg egy tábla, ha más nem. Hát akkor most már mindjárt ott vagyunk az ottani buszmegállónál, és addig fogok most menni, és akkor így be lesz járva. Ez a Somogyszobbalcs vasútvonal. Na, nézzétek. És itt van egy átterasz ismét, tehát biztos, hogy ez volt a vasútvonal. Innen már tudni, csak még lemászni nem tudok most innen. Meg ez a kidőlt fa. És hogy akadályozza itt a továbbhaladás, hát ez meg aztán pláne. Na ezen kéne valahogy átmászni. Na, és itt jött egy kodavasút. És itt már közel vagyunk a fürdőhöz. És itt a busz megálló. Valahol itt volt a megállóhely is. De hát az már semmi nyoma nincsen. De a busz majd innen fog jönni. Aztán persze, hogy olyan jön, hamarabban még nem tér be ide, mert elképzelhető, hogy van. Hanem csak az út széléig, hogy ott is van egy bejárati út nevű megálló, hát akkor kisétálok az út széléig még buszba. Na az már belefér, nincs az már olyan messze. Hát és akkor ez a bejárás, ez ennyi lett volna, Somogyszobbalcs vasútvonal így már teljes egészében megvan. Igazából pár kilométer még arra hiányzik. Hát kb. 1 kilométer, vagy másfél van a közútig, ami viszont erdei szakasz, ott már biztos nincs semmi. Úgyhogy most azt kihagyom, igazából fölösleges addig elmenni. Ebből plusz 4-5 kilométer séta lenne, és abból csak 1 kilométer ténylegesen a vasútvonalon. Úgyhogy az most kimarad. Úgyhogy ez ennyi lett volna, akkor előbb-utóbb ebből videó is lesz be majd, de hát még vágásra vár legalább 3, plusz még van talomba is. Több, amit még nem tettem ki. Megvan, amely csak nincsen lerendelve, de abból is még van egy pár, úgyhogy egyelőre. Szerintem, hogy ezt megnéztétek. Sziasztok! Előbb-utóbb majd lesz belőle videó.